Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 22-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei, erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mit gondol, mik a tervei. Itt van egy királynő, mégpedig a felhőn ül, az azt jelenti, hogy neki vannak álmai és reményei. Ez még nem a tetteket mutatja, hanem a gondolatait és a reményeit, az álmait, és ti álltok itt a középpontban, mint egy büszke királynő. A hetes szám itt a kártyán a hold energiájával áll összeköttetésben, és az is utal a reményekre, az álmokra. Előfordulhat az is, hogy gyakran álomképei vannak, megjelentek az ő álmaiban. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei. Ez a fiatal férfi döntéseket hoz. Itt újdonságokról van szó. Az lehet, hogy így belsőleg érzi, hogy ez kevés álmodozni. Itt tettekről, döntésekről lesz szó. Ezt ugyan érzi belülről, a belső hang suttogja neki, de neki még időre van szüksége. Az is lehet, hogy még bátortalan. És a harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ez a kislány a gyermekeket mutatja, az lehet, hogy gyermekekről beszél, vagy az ő gyermekkoráról vannak ezek az emlékek, viszont ez a kislány szimbolizál még valamit, újdonságokat, vagy egy új kezdetet, egy meglepetést, vagy ajándékot. És ez, ami várható a következő napokban. Nem hiszem, hogy ez ma beteljesedik, de közeledik hozzátok, mint ahogy a belső hang ezt sugározza. A napi kártya a csokis kártyacsomagból itt középen mutatja a szokásokat. Van valami nála, amit úgy ismer, amit megszokott, ezt nem akarja most feladni, vagy arra is utalhat, hogy ő bizonytalan, mi következik akkor, ha nála változások lesznek. De ez a kislány mutat változásokat, bízzatok ebben, és hozni fog fontos döntéseket, és nem szabad elfelejteni, ti vagytok itt a királynő az ő szívében. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség,
hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!